Ugye a Carrera az egy tavaly bemutatkozott új gázpisztolygyártó, úgy tűnik ide, hogy ezek a régebbi török Blue-val valahogy egyesültek. Több új típusuk is van, például ez az F90-2, ami a Beretta M90-2 pisztolynak a másolata, külsőle. Természetesen ez is a szokásos török kétsoros táras nagy Beretta forma, kicsit modernizálva, ugye 9-es pak, 17 fér a tárjába, csőre töltve nem hordható, csak cső alá töltve, kakasolva a célbetétes. De így mat feketében egyébként szerintem egész dögös. Carrera újdonság ez a Uzi-szerű valami, volt már hasonló más török gyártónak, egyébként, hiszen pont az Ekkornak. Gyakorlatilag egy műanyagház, egy sorozatlövő, láthatóan zárt szános nagy Berettára, ami szerintem ezt elrejtették egy műanyag házba. Itt látszik a sátorra samakján egyébként. És még a biztosítónak itt egy kivágás. És itt pedig a váltámasz helyek. Érdekes, de ez sok mindenre azért nem jó. A Mace Pepper Gun, ez egy gásspré pisztoly formában tulajdonképpen, ez volt a régi verzió, hát ez még elég nyomin néz ki szerintem. Ez lényegesen használható, csak itt is elkövették azt, hogy nem irányzékot tettek rá, hanem szereléksin, amire mondjuk fel tudok tenni egy lámpát, de mondjuk a Red Dotot nem életszerű, főleg a hordani is akarja valaki. Ugye így nyitom ki, ide teszem be a flakont, van rajta egy egyszerű biztosító, és ugye van egy kis lámpa, kibiztosítom, és most lefújjuk a kukát. Egyébként jó pofa. A török Ekkor gázpisztoly újdonságai, ők is megcsinálták az Araki 917-et Gediz néven. Valami elképesztő ez a billentyűbiztosító, tehát ez, hogy ez a átszúrja az ujjamat, ezt nem tudom feldolgozni. Double action, single action, de ugye nem tudod a kakast kézzel feszteleníteni, belső kakasos. Én nem tudom, hogy erre a piacnak mi szüksége van egy újabb, teljes méretű Glock másolatra, amit nem lehet csőre töltve hordani. Következő. Megcsinálták a nagyon népszerű nagy Berettájukat ők is műanyagtokkal, mint az Araki. Acélbetétes a kakasa egyébként, de ugye itt sincs semmiféle fesztenelítés vagy biztonsági állás, ezt is csak cső alá töltve lehet hordani. Ez pedig az előzőnek a zárt szános verziója, ugye ez a P92 Magnum, ez pedig a PA92 Magnum, hogy könnyű legyen összekeverni. Ez gyakorlatilag szinte ugyanez zárt szánnal. Elég furcsa, Beretta-szerű dizájn ez is. De ez se lehet. Ezen még biztosító sincs, tehát ezt egyáltalán nem lehet sehogy se sőjetődve oldani meg. Ezekkel nem tudok mit kezdeni. Ez a Ritei Eagle X, a török Ritei Desert Eagle alakú gázpisztolyának az új generációja. Végre elhagyták ezt a rettenetesen undorító két darab csavarral történő szétszedést. Ezáltal életfügg lett, de természetesen a valódi méretének csak kétharmada, de ennek köszönhetően viszont egész kényelmes a fogása. Persze csak single action, tűzkészen nem viselhető és a többi. Ezt a kell lehet ökölködni vele, két soros tárat. Vicces furcsaságok rovatunkba, ez egy karkötőnek látszó valami, mondjuk karkötőnek elég ronda, ebbe egy kis paprikaspray van integrálva. Viszont ugye ezt tényleg mindenhová magaddal tudod vinni, viszont két kéz kell hozzá, hogy használd. You can take it. Tehát az a probléma, hogyha éppen támadnak, akkor két kéz kell, és ezzel hogy célzok? Tehát érdekes történet. Ez a KKS nevű német gázsüvegy gyártónak egy új rendőrségi biztonsági szórófej kialakítása. Tehát egyrészt van egy védő kupakom, alatta van a szórófej megnyomója, és ezt ugye fölrögzíti az egyenruhához a rendőr, és hogyha eltávolodik egy bizonyos távolságra, akkor kiszedi ezt a biztosítót, és onnan nem lehet többet megnyomni.
Tehát ha elveszik tőle, akkor nem tudják ellene használni egy bizonyos távolságon belül. Fölhúzza, ha visszaszerezte, fölhúzza, beteszi és kész. Természetesen ez kizárólag rendvédelmi szerveknek elérhető Magyarországon ez a méret. 750 milliliter, ami mondjuk fehér borból is elég jó. Jópofa kis pisztoly alakú elektrosokkoló, kis egyes tüskékkel, 150 ezer volt. És azt hiszem még valahogy lámpát is lehet rajta kapcsolni, igen. Egyébként meglepően jó a fogása. De ki kiesett? Kapariga! Kettőnk kiesett, na! Hát a Zumarex igazi újdonságot nem hozott, drága tőzsvírem, de hát ez sukár, ezt kell, hogy mondjam. Ez a Cheetah felületkezelésű PK38, nagyon szép. Győzik-e is vezetőre? Utána felkötöm magam, azt megdöglöm. Mert ma komolyan mondom, annyi ideget, mint én megveszek, vagy az újságíró, vagy az anyám kurva picsája, vagy valaki, hát elegem van ma. Hát ez egy amerikai cég, Burns az a nevem, és ez egy gumilövedék, ami egy 12-es sörétes hüvelybe van ugye betöltve, ebbe a szabadba, össze van préselve, és 70 zsula torkolat energiája, nagyon puha, tehát látod, hogy kézzel szét tudom nyomni, és ilyen nyomokat hagy. What was the distance? 6 meters and 3 meters. Az érdekes valami, ez egy vaktöltényes, hát ilyen kézigránát imitáció főként airsoftosoknak. Nagyon egyszerűen működik, kitekerem itt. Beteszek egy 9 mm-es riasztótöltényt, vagy gáztöltényt, hogy élvezetesebb legyen a hatás. Ott van az ütőszeg ezen a valami. Mondjuk itt zárdugónak betekerem, kibiztosítom, és amikor leesik, akkor tehetetlenségnél fogva elsüti a riasztót, vagy gáztöltényt. Ugye ez jogilag mi lenne otthon érdekes, mert ez egy egylövetű gázriasztó fegyver.